Orbán Viktor kormányfő április 10-én jelentette be, hogy tárca nélküli minisztert nevez ki a paksi atomerőmű beruházás felügyeletére és irányítására. Áder János köztársasági elnök két héttel később nevezte ki Süli Jánost, Paks polgármesterét, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT korábbi vezérigazgatóját a posztra, miután az Országgyűlés Gazdasági, majd a Fenntartható Fejlődés Bizottsága meghallgatta a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembehelyezéséért felelős miniszterjelöltet. Mindkét bizottság támogatta Süli János kinevezését, aki május 2-án a parlamentben letette a miniszteri esküt. Én Süli János. Fogadom. Hogy Magyarországhoz. És annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom. És másokkal is megtartatom. Miniszteri tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen. Az új miniszternek Orbán Viktor, a kormány tagjai, a frakcióvezetők és országgyűlési képviselők is gratuláltak. Az eskütételen részt vettek a paksi képviselőtestület tagjai, valamint Süli János családja és korábbi munkatársai. Az eskütételt, valamint a beiktatáson készített összeállításunkat a Híradó után jelentkező Közélet közelről című magazinunkban láthatják nézőink.